этом доме я чужой, в этом доме нет плечу головы. Всю водою залило волосами, стены поросли. Az ötös csatornától, ötös csatornától. És ilyenkor kitűző kellene megint. Nem, persze, vannak hibák. Nem, nem, én nem amerikás vagyok, én magyar vagyok, érti? És majd ha... És majd ha... És majd ha... Itt mindenki magyar. Nem, és ha majd egyszer eljön a magyarok istene, akkor majd az ördög isten elpártol ezektől a csőre bandától. Ha ne lökötjön, hát jobban utáni. Jó, hagyjuk végén. Igen. Jó. Én tudja, mit szeretnék? Mit? Én azt szeretnék, ha politikamentes végre Magyarország élhető lenne, érti? És nem hol balra, hol jobbra húzna ez az ország, hanem egyszerűen a népnek az országa lenne, a magyarok ország. Miért áll be, fiam? Hát miért áll be? Jó nagy feje van. Érti? Én azt szeretném. Ebben a mostani miniszterelnök nagyon buta leegyszerűsítés és okosságát alkalmaz, és látom, hogy ezt terjed. Ki a közös ellenség? Orbán Viktor. Ezek a stúcik, akik az Európai Unió, uram. Jaj, úristen, de hülyeségek mondtam. Az Európai Unió. Úristen. Én a magyaroknak szükszorom. Kedves francia diplomáciát. Mit akar? Sosáciket akar írni, vagy egy könyvet el? Может быть, поймаю юбью, лишь песнь мою. Куда можешь? Да только уши береги. Eladták az országot, és akkor francia lovagrendeket kaptak érte. Nem szégyelli a pofáját? Egyéb, adtak neked egy kiflit. Adtak neked egy kiflit, hát ez jár neked, öreg, meg a szád. Nem agresszív módon, vagy elbeszélgetünk bárkivel. Hát akár jobb oldali jön ide bárkivel. És az Európai Unió jó vagy rossz önök szerint? Jó. Jó? Honnan kapjuk a pénzt, nem? Daj im nincsivo szkazat. De az alapbajunk mégiscsak az, hogy mi magyarok, azt hiszem... Csupát tettetek bennünket, és akkor hazárulóként kimentek, és erről tájékoztat a média, hogy éhezik a miniszterelnök. Hát dögölne éhen. Az Orbán hazudik. 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 Mama, kapcsolja ki a lemezjátszal. Maga meghúzod el, maga el van tévedve. Elemkés. Hát az teli van, nem van. Kívül zöld, felül piros. A görög tinnyel, költött bár. Nem érdekel Orbán. Nem érdekel. Szégyen ez az ember, Magyarország szégyen. Így van. Na, nem ezek együtt. Kéne már egy jó ellenségkép. Mert ugye nincs, elég megosztott az ellenségkép. Hát csinálja az Orbán ellenségképet. Zsidók, kommunisták, külföldiek, bankok. Ez mind ellenség. Hát neki, de hogy ön szerint nem tudna javasolni egy olyan közös ellenségképet, ami úgy minden magyarnak jó lenne? Dehogy nem, a mi kis hitűségünk is bátortalanságunk, az elég jó ellenségkép lesz. Szerintem igen. Nem másokba keressük a mi gondjainak a forrását, hanem önmagunkban. Szerintem gyenge és magukban nem bízó nemzetek keresnek külső ellenséget. Egyébként viszonylag nyugodt világban. Európában, ott a Balkán leszámítva, 60 éve béke van. Fantasztikus adomány. Milyen ellenséget keresünk? Nekünk kell jobbnak lenni. Hát a szegénység ellenségére gondoltam én, hogy az mi lehet, tehát akkor azt magunkban kell keresni. Azt hiszem. Köszönöm szépen.
Да только мне ее не найти.